Nagy öröm a számomra, hogy itt tulajdonképpen kakukktojásként előadhatok a Neumann János Társaság konferenciáján. Rögtön magyaráznám is az első ábrámmal, hogy vajon hogy kerül ide egy orvostudományi egyetemről valaki, aki hálózatkutatással foglalkozik. Ugye a hálózatok kutatásának az elmúlt évtizede számos olyan példát hozott, amelyik bizonyította azt, hogy a hálózatoknak nem csak a mérnöki, nem csak adott esetben a matematikai, hanem bizony az élet területén kifejlődött nagyon sok más, tehát biológiai hálózatokra jellemző tulajdonsága is egész sok általános tulajdonságot hordoznak magukban. Ezen az ábrán egy néhányat sorolok fel ezen tulajdonságok közül. A nagyon jól ismert kisvilág jelenség mellett, amelyet a jelenlévők nyilván nagyon jól tudnak, hogy Karinthy Frigyes sejtett meg először, noha persze nem tudományosan bizonyítva, egy jelenséget 1929-ben közölt novellájában, ahol is ugye azt találgatták a pesti akkori úri társaság résztvevőivel, hogy vajon hány barát kell ahhoz, hány ismerős láncolata kell ahhoz, hogy történetesen például a svéd királytól valamiféle szívességet lehessen kérni. És hát az akkori megfejtése ugye ennek a történetnek az volt, hogy az akkori svéd király jó teniszező volt, Karinthy közvetlen környezetében volt egy másik jó teniszező, aki teniszezett már a svéd királlyal, ilyen módon ez nagyon könnyen rövidre zárható volt ez a történet. De ugye ma is, hogyha bárki ugye egy teremben is rendkívül sok résztvevő által ismert Nobel-díjast ismer, akármelyiket, akkor a svéd királyt hát ugye kötelező neki ismernie, hiszen tőle kapta a Nobel-díjat. Ha nagyon idős Nobel-díjas, akkor az előző svéd királytól kapta a Nobel-díjat, de hát az ugye családi okok miatt ismeri a jelenlegit, noha mondjuk szívességet nem nagyon lehetne kérni, mert az már egy kicsit más dimenzióba kéne elmenni. Minden esetre a hálózatoknak még nagyon sok olyan tulajdonsága van, tehát hogy a Barabási Albert László által először általánosan leírt és modellel is igazolt skálafüggetlen fokszámeloszlás, amelyik ugye a csomópontoknak a sok szomszéddal rendelkező tagoknak a véges valószínűséggel való megjelenését jellemzi vagy jelzi egy ilyen hálózatban, valamint a csoportképzés, valamint a hierarchia és még sok minden, amelyik nagyon általános a hálózatokban, tehát ezért merheti talán az ember mondani, hogy érdemes megfontolni azt, hogy az ember gondolkodjon el azon, hogy a biológiai példák vajon milyen általános tulajdonságokat mondhatnak neki, akkor, amikor mérnöki hálózatokról, például közösségi hálózatokról, például annak optimalizálásáról, vagy akár az internet bármilyen más tulajdonságáról, a World Wide Webnek bármilyen más tulajdonságáról beszél. Hadd mondjak erre egy olyan példát, ami nem kézenfekvő, nem közismert, és esetleg elgondolkodásra méltó. Ugye az öregedéssel kapcsolatban az embernek hát nagyon sok minden eszébe jut, hogyha ezt a szót hallja, egy öregedő ember, egy öregedő növény, egy öregedő állat. De ugyanakkor, hogyha azt a kérdést föltesz, hogy vajon az internet öregszik-e, vajon a magyar társadalom társadalmi hálózata, vagy ugye általában a föld társadalmi hálózata öregszik-e, akkor erre a kérdésre már nem olyan kézenfekvő a válasz. Hadd idézzek ide, a Nature-ben megjelent, nem olyan régen, tavaly megjelent összefoglaló közleményt, amelyiknek ugye az volt a címe, hogy látható is az ábrán, hogy Early Warning Signals for Critical Transitions, tehát kritikus fázis átmenetek, nagyon gyorsan megvalósuló átmenetek, talán úgy lehet mondani, hogy válságok, előtti figyelmeztető jelzésekről szólt ez az összefoglaló. Már az összefoglaló témaválasztása is nagyon érdekes, hiszen olyan bonyolult szisztémákat, mint amilyen az ökoszisztéma, amilyen a piac, illetve amilyen az éghajlat hasonlított össze egymással, tehát vette a bátorságot, hogy ennyire távol lévő fogalmakat, illetve bonyolult rendszereket hasonlítson össze egymással, és azokra az általános megállapításokra jutott, amelyeket az ábra listáz itt az alján, nevezetesen, hogy három tulajdonságot mindenképpen közösnek talált ezekben a rendszerekben akkor, amikor közeledtek egy fázis átmenethez, közeledtek egy olyan jellegű válsághoz, mint amilyen egy tőzsdekrach, mint amilyen egy fajok eltűnésével járó ökológiai válság, vagy ökológiai krízis, illetve amilyen egy éghajlatváltozás. Melyek voltak ezek a tulajdonságok? Ugye az első. A perturbáció után egyre lassabban, illetve a szokványosnál sokkal lassabban tértek vissza abba, hát úgymond egyensúly, de hát ez nem egyensúly, tehát eredeti állapotukba, illetve eredetihez közeli állapotukba ezek a rendszerek, mint ahogy szoktak. A második, hogy megnőtt a viselkedésük önhasonlósága. És a harmadik, picit talán ellentmond ennek a másodiknak, de azt hiszem érthető, hogy akkor, amikor viszont nem volt önhasonló a viselkedésük, tehát a fluktuációjuknak bizonyos extrémumai, meg nagyon különböztek a korábbi értéktől.
Amikor én ezt a cikket olvastam, akkor persze nem olyan szemmel néztem a sorokat, vagy a mondandót, mint aki az ökoszisztémát, vagy a piacot, vagy akár az éghajlatváltozást akármennyire is érteni. Mindenki nyilván a saját kályhájától közelít ez az egész témakörhöz. Én nagyon sok időt töltöttem el az öregedés kutatásával mostanában, és eszembe villant, amikor olvastam ezeket a sorokat, hogy hoppá, hát egy öregedő rendszer pontosan így viselkedik. Hát, hogyha az ember belegondol, akár csak egy embernek, saját szüleinek, vagy ismerőseinek, vagy uram, bocsánat, saját magának a viselkedésébe, akkor bizony-bizony, ahogy idősödünk, egyre gyakrabban, egyre nehezebben próbál tudjuk megtalálni az egyensúlyunkat, amikor hát kizökkent valami minket a normál kerékvágásból. Egyre inkább ragaszkodunk a kis rigójáinkhoz, tehát azt úgy lehet megfogalmazni, hogy önhasonlóvá válik inkább a viselkedésünk. De hogyha valami kizökkent minket ebből az önhasonló viselkedés, akkor nagy marhaságokat tudunk csinálni, sokkal nagyobb marhaságokat néha, mint a fiatalok. Tehát ugye az ember magára ismer, vagy egy más folyamatra is ráismer, és akkor azt az általánosító megjegyzést tudja tenni, hogy az öregedés bizony egy leselkedő fázisátmenet korai jelzéseként felfogható, ahol a fázisátmenetet ezek után úgy lehet definiálni, mint halált. Na most hát ez az üzenet nem túlzottan szívderítő, hogyha az ember különösen ilyen idősebb korküszöbén van, mint én. Viszont érdemes elgondolkodni azon, és itt mindig majd bevetítem a különböző ábrákon, hogy vajon milyen tanúsága lehet például egy közösségi hálózatnál, például egy mérnöki hálózatnál, például egy internetes vagy World Wide Web-es alkalmazásnál ezeknek a gondolatoknak. És hát elnézést kérek ezekért a bevetítésekért, egy idő után már majdnem olyan lesz, mint az ismert Arisztidés Tasszilovic, amikor ugye Arisztid mondja, hogy akkor a pumával kapcsolatban neki milyen vadászélményei voltak, és akkor Tasszilo mindig azt kérdezi, hogy és a puma, és Arisztid mondja, hogy kimászott az ág végére, és akkor és a puma, és akkor idő után megkérdezi a Tasszilót, Arisztidét, hogy na, te miért a pumának drukkolsz, vagy hogy van? Igen, én a pumának drukkolok, tehát én a közösségi hálózatoknak drukkolok, és amikor Ivivet kérdezek, akkor csak a rövidítés szempontjából kérdezem ezt, ez a Facebookra, ez a kínai Ivivre, és minden másra természetesen ugyanígy igaz. A kérdés valahol úgy részletezhető, vagy az igazi, hogy mondjam, érdekesség ebben az egész példában, hogy ha egyszer öregszik egy ilyen rendszer, most ez kérdésként van még mindig persze feltéve, hiszen erre válasz meg igazán nem született, tehát például így viselkedik, akkor hogyan lehet megelőzni ezt a fázisátmenetet, hogyan lehet elnyújtani ezt a szakaszt, hogyan lehet egy kicsit talán produktívvá tenni azt, ami esetleg nem annyira produktív, és akkor megint a példákat érdemes elővenni, nevezetesen azt, hogy egy bonyolultabb rendszert, egy biológiai rendszert, meg másféle rendszereket is, sokszor azok a tagjai mentenek meg, vagy lassítják le az öregedési folyamattól, illetve az öregedési folyamatot, amelyek önálló viselkedéssel bírnak. Gondoljunk bele abba, hogy a tőzsdeguruk például mennyire érdekes és nagyon, hogy mondjam, másra nem pótolható hatást tudnak tenni, különösen egy válság fele közeledő periódusban a tőzsde viselkedésére, és hát ugyanakkor nagyon sok hasznot tudnak hajtani saját maguknak, mert ők nem úgy viselkednek, ahogy a többség, nem pánikolnak be, mint a többség, nem adnak el akkor, amikor a többség elad, nem vesznek akkor, amikor a többség elad, hanem a pont az ellenkezőjét csinálják, hogy a minority games, tehát ugye a játékelmélet egy külön osztálya, pont ezzel a viselkedés fajtával foglalkozik, hogy ez ilyen szempontból, ilyen helyzetekben mennyire hasznos. Ugyanígy az ökológiai közösségekben a mindenevők, vagy pedig a csúcsragadozók ismert és tudományosan bizonyított módon gátolják azt, hogy ez a rendszer kiessen a maga viszonylag stabilabb, persze hát nem egyensúlyi állapotából, és ilyen módon megakadályozzák azt, hogy a krízis olyan széleskörű és tragikus körülményekkel járjon, mint egyébként. A biológiai hálózatokban nagyon ismert módon, de talán ebből a szempontból nem közismert módon, az ős sejtek. Tehát azok a sejtek, amelyek szinte korlátlan osztódási potenciállal rendelkeznek, azok, amelyek megakadályozzák az öregedést, azok, amelyek regenerálják az agyunkat, meg sok minden mást is. Az orvostudomány épp most kísérletezik ezzel, de hát még nagyon az elején van, és ezért nem is javaslom, hogy valaki ilyen mindenféle gurukhoz elmenjen ez ügyben, egyelőre még néhány év múlva már nyugodtabban. De itt is az van, hogy ezek a sejtek nagyon máshogy viselkednek, mint az egyéb sejtek. Ezek nagyon önállóak, ezek nagyon önfejűek, ha így tetszik, és hát emiatt segítenek a folyamatok lelassításában az öregedés esetén. Ezen az ábrán egy saját eredményünket mutatom be, amelyik egy biológiai rendszerben született. A biológiai rendszer az az élesztő sejt volt, ugye hát ez van a sörben, ez van a pogácsában, kenyérben, csomó mindenben, ami az életünkben fontos. Az élesztő egy egysejtű élőlény.
Ebben a ábrázolásban ezek illusztratív hálózatok, tehát véletlenül se gondoljon valaki arra, hogy az élesztő ilyen kevés részelemből áll, mint ahogy az ábrán én ezt feltüntettem. Egy élesztőnek 6000 fehérje alkotja a hálózatát, a között legalább 200 000 kapcsolat van. Ezeket a kapcsolatokat ma már hellyel közzel egészen jól ismerjük, tehát egészen jól tudjuk modellezni az élesztő viselkedését az alkotó elemeinek a viselkedése kapcsán. Az ábrán azt a fajta viselkedést mutatom be, illetve egy általános tanulságot szeretnék megfogalmazni ezzel kapcsolatban, amit az élesztő akkor mutat, amikor válságba kerül. Ugye az előző gondolatmenetet valamilyen szinten folytatva. A válság az élesztő életében stresszként fogalmazható meg. Egy élesztő mindig stresszt él át, ha megemelem a hőmérsékletet akkor is, ha lecsökkentem akkor is, ha túl sok élelmet adok neki akkor is, ha túl keveset akkor is, és így tovább. Ezért ezt elég könnyű vizsgálni, és elég könnyű megnézni azt, hogy hogyan alakul át a fehérjeinek a hálózata, kapcsolati rendszere akkor, amikor ez a krízis állapot beáll, illetve később, amikor már a krízis állapotból túllendülve egyfajta adaptációs, egyfajta alkalmazkodási jelenséget lehet megfigyelni arra az állapotra, vagy ahhoz az állapothoz, amelyik a változást mondjuk tragikusabb, vagy hogy mondjam, ilyen hatásvadászabb szóval a krízist vagy a stresszt jelentette. A hazaviendő üzenet ennek az ábrának nagyon egyszerű. Tulajdonképpen a kezemmel is tudom mutatni, annyira egyszerű. Az élesztőnek kezdetben, mint ahogy minden hálózatnak, különböző csoportokban rendeződnek az elemei. Hogyha mondjuk a jobb kezem az egy csoport, a bal kezem egy második csoport, akkor azt lehet megfigyelni az élesztőnél, hogy kezdetben, amikor még minden rendben van, akkor ez a két csoport, meg persze az összes többi, hát legalább 208 csoport, pontosan egy vizsgálati eljárásra 208 csoportot azonosítottunk benne, de más vizsgálati eljárásokkal lehet kicsit többet is, kevesebbet is, egymással ezek a csoportok nagyon gazdag kapcsolatrendszert alkotnak. Nagyon összefüggenek, nagyon jól összekötöttek. Úgy is lehet mondani, hogy nagyon átfednek ezek a csoportok egymással, hiszen nagyon sok olyan eleme van az élesztő hálózatrendszerének, kapcsolati rendszerének, amelyik nem csak egy csoportba tartozik, hanem kettőbe, háromba, ötbe, tízbe, sőt adott esetben még többbe is, szignifikánsan, tehát számottevő mértékben. Mi történik akkor, amikor válság van? Ezek a csoportok egy kicsit széjjelebb húzódnak egymástól, tehát megszűnik a kapcsolatok egy része preferáltan, érdekes módon, a csoportok között. Amikor a válság elvonul, és az élesztő már alkalmazkodik a következő, illetve hát a megváltozott helyzethez, akkor ezek a csoportok újra szervezik a kapcsolatrendszerüket, és érdekes módon egy hasonlóan sűrű kapcsolat, viszonylag sűrű kapcsolatrendszer alakul ki a csoportok között. Fontos különbség azonban, hogy az alkalmazkodás alatt és után egy más kapcsolatrendszer, legalább elemeiben más kapcsolatrendszer alakul ki egy ilyen biológiai rendszerben, mint a válság vagy változás előtt volt. Tulajdonképpen ezt a kapcsolatátrendeződést egyfajta tanulási mechanizmusnak is felfoghatjuk. Kezdeti elképzelések, kezdeti tapasztalatok utalnak arra, hogy az idegrendszerben, tehát a saját agyunkban is a tanulási mechanizmusok egy része, a tartós emléknyomokkal járó tanulási mechanizmusok hasonló módon az idegsejtek kapcsolatrendszerének átalakulását hozzák, illetve segítik elő. Érdekes tehát azt meggondolni, hogy vajon mi lehet a haszna ennek a dezintegrálódással, tehát az egész rendszernek átmeneti meglazulásával, majd újraintegrálódással járó folyamatnak a változás során. Legalább három haszon az, ami az embernek az eszébe jut. Az első a takarékosság. Válság idején az energia, a forrás leszűkül. Meg kell gondolni azt, hogy mire költünk, és ez az élesztő sejtnél sincsen másképpen. Magyarán mondva, a kapcsolatok fenntartása pénzbe kerül egy élesztőnek is, hát a pénz az itt ATP-ben mérhető, adenozintrifoszfátban, energiában, kémiai energiában, és ilyen módon célszerű az élesztőnek ritkítania ezt a kapcsolatrendszert, hiszen ez, ennek a fenntartása az ottani forrásokat is fogyasztja. Miért nem a csoportokon belül ritkítja az élesztő a kapcsolatrendszerét, miért preferáltan a csoportok között teszi ezt meg? Azért, mert amikor válság van, amikor bajba került az élesztő, akkor a csoportok között bajok, most nagyon vulgárisan fogalmazva, terjedhetnek, zavarok, kár, okozás történhet,
És az élesztőnél ez a szabad gyökök formájában valósul meg leginkább, tehát olyan nagyon reaktív speciesek formájában, amelyek károsítják a fehérjéket, és hogyha átkerülnek az egyik csoportból a másikba, akkor ez propagál, akkor a csoportok egymást is károsítják, végsősorban az élesztő meghalhat. Na most ezt el akarja kerülni ez a szerveződés, evolucionárisan így alakult ki, és ezt úgy oldja meg, hogy a csoportokat egy kicsit elszigeteli, jobban elszigeteli egymástól, hasonlít ez ahhoz, mint a karantén, mondjuk az emberi fertőzések terjedésekor. Nagyon egyszerű példával élve, hogy amikor nem engedjük a gyermekeinket az iskolába, óvodába, akkor, amikor ott fertőzés van, járvány van, ezáltal a család, mint csoport, és az iskola, mint csoport közötti kapcsolatokat megritkítottuk, az erősségüket átmenetileg legalábbis lecsökkentettük. Tehát nagyon hasonló viselkedésmódot lehet a saját közvetlen környezetünkben is felfedezni egy ilyen viszonylag hasonló helyzetben. A harmadik és utolsó tanulság, ami ebből következik, az talán kevésbé képszerű. Ezért a kezemen mutatnám meg, a karomon pontosabban, hogy mit értek ez alatt. Amikor egy csoport, amit most az alkarom reprezentál, egy másik csoporttal, amit most a felkarom reprezentál, viszonylag lazán van összekötve, akkor elképzelhető, nagyon is, hogy a két csoport egymástól függetlenül mozoghat. Tehát, mint ahogy az ember keze, hát legalábbis bizonyos korlátok között, egymástól függetlenül tud mozogni az alkar és a felkar vonatkozásában. Ez az az eset, ami a stresszes eset az élesztő esetén, amikor a két csoport között a kapcsolatok nem olyan gyakoriak, nem olyan szorosak. Most visszafele haladva az időben, az eddigi bemutatásban, képzeljük azt el, mi van akkor, hogyha mondjuk ebben a modellben, a karom modelljében megnöveljük a kapcsolatok számát a két csoport, tehát az alkar és a felkar között. Ezt az esetet jól modellezi az, hogyha mondjuk eltörött az ember keze, és sínbe rakják. Akkor még további kapcsolatok vannak, ugye a sín egy további kapcsolatrendszert alakít ki a két egyébként addig függetlenül mozgó modul között. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között már csak együtt tudnak mozogni, tehát az egyik befolyásolja a másikat. Magyarán mondom, most visszatérve az eredeti példára, a rendszer a szabadsági fokainak számát meg tudja ezzel növelni, hogy a csoportokat elkülöníti relatíve egymástól, és a különböző csoportok különböző megoldási mechanizmusokat tudnak kikísérletezni, mert a mozgásterük egyszerűen megnőtt, legalábbis egymáshoz képest. Tehát ilyen szempontból is evolucionárisan, vagy hát hosszabb távon tekintve, ez a fajta válasz, vagy ez a fajta válaszbővítő mechanizmus nagyon előnyös lehet a túlélés szempontjából, mert több válasz kikísérletezését teszi a szervezetnek az egyébként nagyon bonyolult és nagyon kooperatív, egymásra utalt részekből álló szerveződésnek ebben a krízis helyzetben vagy változás helyzetben. Most itt megint érdemes persze elgondolkodni, hogy ez vajon hogy alkalmazható egy közösségi hálózatra, hogyan viselkedik egy közösségi hálózat akkor, amikor a hálózatban kapcsolt emberek, a hálózatban kapcsolt részek adott esetben egy érdekes változást, egy hullámszerű vagy elég drasztikus változást élnek át, vajon ilyen jelenségek ott is megfigyelhetők-e. Harmadik példám az három típusra szeretné felosztani a hálózatokban résztvevő elemeket. A típusokat úgy neveztem el, hogy köznapi emberi példával is érezzük, lássuk azt, hogy vajon mi lehet ennek a típusnak, viselkedési formának a lényege. Itt csak kettő van, a harmadik lesz a legérdekesebb, az mindjárt jön. Az első típus ez a szürke, amit feladat megoldó típusnak neveztünk el. Köznapi értelemben, vagy talán tudományosabb értelemben ezt specializált típusnak lehet nevezni. Egy-egy viselkedés formára, feladatra specializált hálózatos elemekből áll ez a, vagy foglal össze ez a fajta típus. Ugye hát én most éppen előadásra specializálódtam átmenetileg. A tisztelt hallgatóság bármelyik tagja is egy csomó olyan viselkedésformát fel tudna sorolni, amire ő vagy családtagjai, beosztottjai, munkatársai adott esetben specializáltak ilyenkor vagy olyankor. A második típus az a feladat elosztó típus. Ez az archetipikus főnök. Itt, amikor mielőtt ezt ismertetném, ezt a típust, vagy ennek a tipikus viselkedését, hadd egyezem azt meg, hogy ezek a szerepek természetesen állandóan fluktuálnak, változnak a valóságban. Itt csak ilyen didaktikusan választottam őket szét.
Az archetipikus főnök, most már inkább a professzorról beszéljek, mert hadd legyek akkor önkritikus, ugye azt úgy definiálható, mint hogy az egyetemi professzorokról szokás mondani, hogy ugye a tanársegéd mindent tud, az adjunktus már csak azt tudja, hogy hol lehet utána nézni ennek a mindennek, a professzor úr meg csak azt tudja, hogy hol lehet utána nézni az adjunktusnak, tehát hol lehet őt megtalálni, és semmi más. Na most ugye az archetipikus főnök az ilyen, tehát ő el tudja osztani a feladatokat, itt azért zárójelben a főnökök védelmében, hogy egyezzük meg, hogy rá is tudja beszélni a beosztottat arra, hogy elvégezze ezt a feladatot, meg tudja, hogy melyik beosztottnak milyen feladatot adjon, de mégis ez egy független viselkedésforma lehet a feladat megoldásától nyilvánvaló módon. Most a harmadik típus nagyon érdekes a számunkra, vagy hát a változások szempontjából, a hálózat változási válaszai szempontjából, ezt pedig mondjuk kreatív elemnek lehet elnevezni. Ez a kreatív elem hálózatos szempontból annyiban különbözik az előzőektől, hogy az előzőeknek a hálózatban viszonylag stabil elhelyezkedése van, viszonylag stabil topológiája, helye, a rendszerben elfoglalt szerepe adódik. Különböző bár, de stabil. Ez a kreatív elem, és elnézést kérek az ábráért, mert igazándiból egy mozit kellett volna itt hozni, ugrál. Tehát legalább e két pozíció között, amit ezek a csillagok jelentenek, de tulajdonképpen bármilyen pozícióban elhelyezkedve ugrál a hálózaton belül. Talán azt lehet mondani, vagy úgy lehet, hogy specifikálni, hogy a legnagyobb a dinamizmusa a hálózati elemek között, és ez a dinamizmus nem kiszámítható dinamizmus, hanem egyfajta random, véletlenszerű elemekkel is terhelt dinamizmus, nem teljesen random, tehát sajnos azt sem lehet mondani rá, hogy teljesen random lenne, mert érdeklődés vezérelt, most ez nem egy matematikai kifejezés, tehát érdeklődés vezérelt dinamizmus, magyarán mondva az szerint ugrik ő el az eredeti pozíciójából egy új pozícióba, hogy az eredeti pozíciójából mennyi új információt tud begyűjteni, mennyire érdekes helyzetben volt, és az új pozíció mennyire bővíti ezt a repertoárt. Hogyha egy céget vagy egy közösséget nézünk meg, akkor tulajdonképpen a kreatív elemek egyfajta nagyon jó esszenciáját gyűjtögetik össze egy idő után, persze hát egy bizonyos idő elteltével, annak a tudásnak, ami a csoport egészére jellemző. Na most ugye a különböző ilyen közösségekből ezeket a kreatív elemeket általában kiszokták rúgni, vagy el szokták távolítani. Ennek az a nagyon érthető oka, hogy a kreatív elemek általában megbízhatatlanok. Mert ugye, ha a főnök azt bízta rájuk, mert ő nem vette észre, hogy ez annyira kreatív, mint amennyire, hogy innen a főnöktől mondjuk ez a másik főnökhez valamiféle üzenetet vigyenek el, hát akkor a kreatív elemnek útközben eszébe jutott, hogy valami sokkal érdekesebb dolgot is lehetne csinálni sem, mint azt az üzenetet elvinni, és elment egész máshová, és adott esetben a cég egy fontos szerződéstől elesett emiatt, és így tovább. Nyilvánvaló módon egy ilyen kreatív elemet azonnal kirúgnak. Ez nem is lenne probléma akkor és addig, ameddig a közösség, és most akár sejtet is lehet gondolni, nem csak céget, vagy akár egy fehérjét, tehát egy makromolekulának a szerkezetét, ahol az elemek azok egyszerű mikro, vagy egyszerű molekulák, atomok adott esetben. Tehát egész addig ez nem probléma, amíg a közösség egy nagyon új feladat elé nem kerül. Ugyanis a nagyon új feladatnál a feladat megoldó nem tudja megoldani a feladatot, mert nincs olyan, aki erre, vagy ami erre specializálódott volna. A főnök nem tudja kiosztani a feladatot, mert nem talál olyat, akinek ki lehetne osztani. Tehát két eset van, vagy összeszedte a kreatív elem már a bolyongásai során azokat az információ elemeket, amiből ő maga tudja szintetizálni azt az új megoldást, ami adott esetben az új feladat, vagy az új kihívás megoldásához szükséges. Vagy pedig tudja, emlékszik arra, hogy ez a szélső elem például, és ez a szélső elem, akik nem hogy egymásról nem tudnak, de még olyan feladatelosztó sincsen, aki mind a kettőről tudna, hogy ő mit is tud tulajdonképpen. Ha összeadjuk a tudásukat, akkor ketten együtt, vagy hárman együtt már meg tudják oldani, vagy valami érdekes dolgot tudnak hozzátenni ennek az új feladatnak a megoldásához. Érdekes megfigyelés az, hogy ezek a fajta, vagy ilyen viselkedésű kreatív elemek nem csak az emberi társadalmakban, amit ez a példa, vagy legalábbis az elmondásának a módja valamilyen módon sugal, hanem a sejtekben, hanem, ahogy mondtam, a sejteken belül a makromolekulákban, leginkább a fehérjékben, mert azok eléggé szabályos struktúra nélküli, vagy kevésbé szabályos struktúrával rendelkező makromolekulák, ugyanúgy megfigyelhetőek, mint ahogy az emberi társadalmakban.
Az a megjegyzéssel persze, hogy megyünk egyre lejjebb a rendszerekben, egyre primitívebb, ha úgy tetszik, egyszerűbb összetételű rendszereket vizsgálunk, úgy egyre kevésbé tetten érhető az információ alapján, vagy az információ újdonsága alapján való vándorlása a molekulának, hiszen egy atom az még nem annyira tudja eldönteni, hogy milyen információkat kap, vagy legalábbis jelenleg nem értjük, hogy tudná eldönteni, lehet, hogy pár év múlva már ezt is meg fogjuk érteni. Tehát összefoglalva, a hálózatos kreativitás, vagy a kreativitásnak ez a fajta ismérve az állandó kapcsolatváltoztatást feltételez, és hát itt érdemes megint ugye ezt a szokványos kérdést feltennem, és esetleg gondolkodásra bíztatnom a jelenlévőket, akik nyilván ehhez sokkal inkább értenek, illetve én nem értek annyira, ők viszont értenek, mint én, hogy vajon lehet-e ilyen jellegű elemeket, viselkedésmintákat találni, definiálni, szisztematikusan megkeresni azokban a hálózatokban, amelyek, ha nem is mérnöki hálózatok, mert a nagyon precíz mérnöki hálózatokban kevéssé tetten érhető egy ilyen viselkedés, de ma már a rendkívül bonyolult mérnöki hálózatokban már szintén, de ami a mérnöki hálózatoknak és az emberi viselkedésnek a határterülete, tehát például egy közösségi hálózat, ott már inkább. A hálózatos kreativitás indukálható, ez a következő érdekes jelenség. Nevezetesen nagyon sokszor ez egy fehérje, méghozzá egy méregtelenítő fehérje a májunkban. Azt lehet megfigyelni, hogy a hálózatok közepén lévő elemek olyan tulajdonságokkal is felruházódnak, amelyek különleges viselkedésre teszik őket lehetővé. Na most egy fejlettebb hálózatban, ami a fehérjénél fejlettebb, például az agyunkban, ezek a központi elemek, ezek nem mindig állandóak, nem mindig ugyanazok. Sőt, minden egyes tized másodpercben, sőt, még millisekundumban is, más és más idegsejtek válnak központivá az aktív idegsejtek környezetében, középpontjában, és ezáltal más és más idegsejtek tudnak érdekesen a korábbitól eltérő módon viselkedni azáltal, hogy a többiek középpontjában vannak. Az ember egy picit belegondol akár a gyermek, vagy saját tanítási szokásaiba, a gyermekeinek, vagy unokáinak akár az élményeibe, az óvodába, vagy iskolába, akkor ott is egy nagyon izgalmas helyzetet lehet megfigyelni ebből a szempontból, csúnya szóval, vagy hát modern pedagógiai szóval, hogyha differenciált csoportpedagógiát alkalmaznak ezekben az intézményekben, magyarán mondva engedik, hogy más és más gyermek vagy felnőtt keveredjen a csoport közepére különböző időpillanatokban, akkor majdnem mindenkinek esélye van arra, hogy a saját tehetségét, saját kreativitását megmutassa és kibontakoztassa olyan szinten, mint hogy nem is gondolt volna rá korábban. Tehát az a viendő üzenetként, vagy hát összefoglalásként a fejlett rendszerek minden tagja középre kerülve érvényesülhet, ezt is érdemes átgondolni abból a szempontból, hogy egy mérnöki rendszerben, vagy egy közösségi hálózatban mennyire lehet ezt indukálni, mennyire lehet ezt biztosítani, ezt a fajta viselkedésformát, és vajon milyen haszon származhat akkor, hogyha ezt az eddigieknél jobban meg tudja az ember oldani, vagy hát létre tudja hozni. Ez az ábra egy közösségi hálózatot mutat be, amelyik Ronald Burtnek, egy híres amerikai szociológusnak az eredményét foglalja össze röviden. Ez a közösségi hálózat két viselkedés formát állít szembe egymással. Hálózat közepén Robert látható, aki olyan barátokkal rendelkezik, minden pötty egy ember, egy ismerős, inkább talán nem is barát ebben a hálózatban, akik nem ismerik egymást, tehát közöttük vonal nincsen, ez azt jelenti, hogy ők nem ismerik egymást. Robert nyerő ebben a networking game-ben, tehát ebben a hálózatos játékban. Azért nyerő, mert a Robert által közvetített információk újak, nem csak a tagok, tehát az ismerősök szintjén, hanem még ebben az esetben az ismerősök csoportjai szintjén is. Ezzel szemben James itt a jobb oldalon, hát ez egy vesztes, ez egy loser, ugye modern kifejezéssel élve. Azért loser James, mert ő a barátait úgy válogatta össze, vagy úgy adódott, hogy ők ismerik egymást. Tehát amit James mond az egyik barátjának, azt már máshonnan hallotta jó eséllyel. Tehát James nem sok újdonságot közvetít a közvetlen környezetében. James jobban tenné, ha igazi netokrata szeretne lenni, tehát hálózatos networkinget jól alkalmazó fickó, hogyha valamelyik baráti, vagy inkább talán ismerősi viszonyát egy kicsit meglazítaná, és keresne olyan ismerősöket, akik ebbe az A vagy CD csoportban vannak, akár csak egyet. Ezzel Robert vetélytársa lehetne ebben a rendszerben, és hát ugyanolyan fontosságra, vagy esetleg még nagyobb fontosságra is tehetne szert, mint Robert.
Na most itt egy figyelmeztetést hadd mondjak, amikor én ezt elmondtam középiskolás körben, mert ezt egy fontos ábrának tartom, akkor utána egy középiskolás odajött hozzám, és azt mondta, hogy Péter, hát én most már egy nagy üzenettel vagy ilyen leckével megyek haza. Én egy olyan családból származom, ahol az édesapám ismeri az édesanyámat, mind a ketten ismerik a nővéremet, ez egy tiszta lúzer társaság, ugye mindenki ismer mindenkit. Tehát nincs más hátra, én hazamegyek, megszakítom mindegyikkel a kapcsolatot, kivéve egyet, megtanulok, vagy közvetíteni fogja az összes olyan információt, amit a többiek mondanak, és hát ugye szabaddá válnak a vegyértékeim, utána lehetek én netokrata a tanultak szerint. Mondom, ezt itt egy kicsit most rosszul értelmeztet, pontosabban én nem mondtam azt el, hogy hát ez a legszűkebb környezetre nem igaz. Tehát pont a legszűkebb környezet, az pont az ellenkezője ennek az egész történetnek. Tehát az épp hogy biztonságot, tehát az épp hogy bezáródik, ha így tetszik, tehát ott épp hogy ismerik egymást azok az emberek, vagy azok a tagok, amelyek hát közel vannak egymáshoz. Tehát a hazaviendő üzenet, vagy hát az összefoglalása ennek a gondolatmenetnek az az, hogy ezek a távoli kapcsolatok, tehát amelyek nagyon távoli, egymástól a hálózatban távoli tagokat, távoli elemeket kötnek össze, ezek nagyon értékesek egy hálózatban, és hát megint érdemes ilyen szempontból vizsgálni a közösségi és más hálózatokat, hogy mennyire vannak jelen ilyen értelemben vett egymástól topológiailag nagyon távol lévő csoportokat összekötő kapcsolatok, és ennek a dinamikája micsoda, hogyan változik, és ez mennyire gazdagítja, mennyire stabilizálja, mennyire teszi érdekessé az egész hálózatot. Tovább gondolva ezt a fajta gondolatmenetet, kétféle stratégia definiálható a hálózat építés szempontjából. Az első a biztonságkereső stratégia, amelyik olyan kapcsolatokat próbál megkeresni, amelyek bezáródnak. Tehát ami az előző példában a családnak a példája volt. A második stratégia, szinte ennek volt az ellenkezője, az az újdonságkereső stratégia. Az újdonságkereső stratégiát talán úgy tudnám jellemezni, hogy megtalál egy csoportot, azonnal megnézi, hogy a csoportnak ki a hangadója, ki a középpontja, arra fókuszálja a kapcsolatteremtő képességét, vagy hát energiáit, kapcsolatot teremt vele. Miért? Azért, mert utána a csoport maradékáról el tud feledkezni. Tehát általában azért ez nem így megy, az ember nem ilyen tudatosan, meg nem ilyen, hogy mondjam, szemét módon idézőjelben építi a kapcsolatrendszerét, de hát egyfajta hatékonyságot ez bizony tényleg mutat. Tehát a csoport hangadójával, illetve középpontjával tartja a kapcsolatot, mert ha vele tartja, akkor a csoport egészét praktikusan lefette, legalábbis egy reprezentatív minta jelenlétében, és utána azt keresi meg, hogy a csoportban van-e olyan elem, amelyik furcsán viselkedik, furcsa alatt most azt értve, hogy a csoport normáitól, a csoport által hát közösnek vélt gyakorlattól eltérő gyakorlatot mutat. Na most a furcsán viselkedőt azért kétféle emberként lehet definiálni, vagy kétféle csoportaként. Az egyik egyszerűen mondva bolond, tehát az nem azért furcsa, mert egy idegen csoportnak a normáit exportálja, vagy talán importálja ebbe a csoportba, mutatja be a csoporton belül, mint egy követ, vagy egy híd, vagy valami ilyesmi, hanem azért furcsa, mert ő furcsa. Tehát ő magába zártan furcsa. Ez más. Az olyan jellegű furcsát érdemes keresni az újdonságkereső stratégia keretében, aki úgy furcsa, hogy nyitott, kapcsolatépítésre nyitott, hiszen valószínűleg ez a híd, ez a követ a másik csoportból, ő rajta keresztül el lehet jutni a következő csoportba, a következő csoportban meg lehet keresni azt a főnököt, csoport befolyásoló központi személyiséget, aki reprezentálja a csoportot, ott is meg lehet keresni az újat, vagy újakat, aztán megint el lehet jutni a következő csoportba, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát fel lehet elég hamar fedezni, fel lehet elég hamar fel lehet deríteni azt a környezetet, amit a hálózat, az adott hálózat reprezentál. Amikor én ezt elmondtam egy barátomnak, akkor azt mondta, hogy hoppá, hát tulajdonképpen ez a mostanában ugye megint előtérbe kerülő klaszterekre nagyon szépen alkalmazható ez a nomenklatúra, hiszen a hangadó az a multi, vagy a főcége a klaszternek, a furcsa az a startup cég, a nyílt tekintetű, tehát amelyik adott esetben sok külső kapcsolattal rendelkezik, az a multiklaszter cég, az ugrás, amit meg egyáltalán így el lehet érni, az meg ugye magyar vonatkozásban a világpiac elérésével azonosítható. Tehát más jellegű rendszereknél is ez bizony alkalmazható, és akkor itt megint feltenném a kérdést a jelenlévőknek elgondolkodás céljára, hogy vajon a közösségi hálózatokban, vajon az ő általuk jobban ismert hálózatokban egy ilyenfajta kettő stratégia értelmezhető-e, ha értelmezhető, hogyan értelmezhető, és hát a gyakorlati hasznosítás, vagy egyéb terén mit lehet ezzel kezdeni. Utolsó egy-két percben csak egy gondolatmenetet szeretnénk még elővezetni. Hogyan érvényesül ez az egész itthon?
Ez az ábra, amit itt bemutatok, ez az Amerikai Tudományos Akadémiának a lapjában jelent meg egy évvel ezelőtt körülbelül, és azt hasonlították össze, hogy azt hát, számolták ki, hogy különböző országok, 160 ország összesen mennyiféle terméket exportálnak, és ezeket a termékeket hányféle országba exportálják. És ebből egy ilyen komplexitás jellegű mutatót, nem is egyet, többet generáltak. A szerzők szerint, meg hát az ember jobban belegondol, ezek a fajta mutatók, bár megközelítőleg, arra is jellemzőek, hogy az adott országban milyen képességhalmaz van. Minél több fajta képesség van egy adott országban, annál több terméket annál többféle országban tud megjeleníteni, exportálni, eladni. Magyarország nagyon érdekes módon a 19. helyet szerezte meg ebben a rangsorban, kétféle kiszámolás vagy számítás alapján is. Ha 19-ek lennénk a világgazdasági mutatóiban másféle mutatók tekintetében, azt hiszem most nagyon örülhetnénk, tehát akkor mosoly ülne mindenkinek az arcán, így általában ilyen derűs országban élnénk. Na hát ez nem így van. Tehát az ember elgondolkodik azon, hogy vajon miért nem hasznosul, miért nem jelenik meg más mutatókban ez az előkelő helyezés, amit mással is persze alá lehet támasztani. És amikor ezen gondolkodik, akkor megint másfajta nemzetközi felmérések eredményei jutnak az eszébe. Ez a felmérés, amit Kopp Máriától idézek, a nemzetközi ilyen értékfelmérés, illetve a Globe felmérések, meg egyebeknek egy ilyen metaanalíziséből származtak ezek az adatok, azt mutatja, hogy Magyarország a világ négy országa között van, amelyik individualizmusból, vagy hát ha úgy tetszik önfejűségből, eléggé élenjáró. A másik három ország ugye Amerika, Anglia és Hollandia. Hát ez a csapat sem egy rossz csapat, tehát hogyha gazdaságilag ebbe a négy országba tartoznánk bele, az sem lenne túlzottan rossz. Tehát érdemes megnézni, hogy vajon mi a különbség ilyesfajta viselkedési mutatókban ezektől az országoktól a magyar viselkedést, átlagos viselkedést nézve. Két drasztikus különbség adódik, hogyha sok mindent megnéz az ember. Az első, az a hollandoktól egy nagyon nagy különbség. A hollandok általában, átlagosan nagyon együttműködő típus. A magyarok általában, átlagosan nem nagyon együttműködő típus, sajnos. Angolok és amerikaiak hát együttműködőbbek, mint a magyarok, de azért annyira nem. Ott egy dolog, ami nagyon kirívóan más, az önértékelésnek a helyessége, realitása. Ezzel összefüggésben a kockázatvállalásnak a realitása. Tehát az, hogy nem olyan kockázatot vállal fel, nem olyan projektet vállal fel, ami nagy álmainak a végső célpontja, de hát az nem reális. Utána persze kudarc, utána az ellenkező végletben való átesés, depresszió, nem vagyok képes semmire, stb. És így tovább. És közben ugye egy másodperc volt, vagy egy tized másodperc, amikor helyes volt az önértékelés, amikor ebben az ingában éppen valahol átsuhant a felezőponton. Tehát ez az, ami az angolokra és amerikaiakra messze nem annyira jellemző, mint amennyire a magyarokra. Ez egy veszélyes negyed, és hogy mennyire veszélyes, ez azt két iskolai felmérés eredményével tudnám még alátámasztani, amit Fülöp Márta kutatásaiból idéznék. Ha Magyarországot, Szlovéniát és Angliát hasonlítjuk össze, akkor a magyar iskolákban 90%-ban a tanárok versengő feladatokat adnak fel a diákokban, Szlovéniában 95%-ban együttműködés serkentő feladatokat adnak fel a tanárok. Angliában, ahol már pár éves a demokrácia, ott pedig 50-50%-ban együttműködés serkentő és versengés serkentő feladatokat. Magyarország nem túl jól áll ebben a leckében, tehát hogy neki mire lenne éppen szüksége például egy iskolai szinten, és hát esetleg mi is talán tudunk valamit ez ügyben tenni. A még szomorúbb történet az iskolai csalások kezelésére vonatkozik, ami egyfajta ilyen önértékelés vagy értékrendi kategória. A pedagógusok, megint csak Fülöp Márta vizsgálatait idézve, a 10%-át veszik észre az iskolai csalásoknak. No, ebben még nem lenne baj, mert 25 meg 35 gyerekre egyszerre figyelni, az nehéz. Az igazi tragédia az ott következik be, hogy a pedagógusok, amikor bárki szól egy általános iskolai környezetben, hogy a Marcsika csal, a Pistike csal a diákok közül, akkor azt mondják nekik, kivétel nélkül, nem volt egy példa a vizsgálatban, aki másként viselkedett volna, hogy kisfiam, kislányom, miért nem törődsz a magad dolgával, miért spicliskedsz, miért árulod be a társadat, és így tovább, és így tovább. És emiatt nem meglepő, hogy a vizsgált középiskolai mintában, ahol nagyon sok középiskola volt, már egyetlen egy gyerek sem akadt, aki bejelentett volna bármiféle csalást, mert addigra rájött, hogy a csaló nyer, és nem a csalás bejelentő nyer. Ez egy nagyon tragikus üzenet, tehát ezt érdemes megfontolni.
Hát az utolsó ábrám egyike az egyfajta kezdeményezés, amit nem olyan régen indítottam el. Tulajdonképpen négy fajta dolgot vállaltak azok, akik ebben a kezdeményezésben most már több mint 1000 támogatóként hát szerepelnek. Az egyik, hogy átgondolták azt, hogy azok a tragédiák, amik mostanában például a Kolontár-Devecseri tragédia, például a tavaszi árvíz súlyossága legalábbis történtek, azok nagyon sokszor olyan jellegű események láncolata, olyan jellegű események hibák halmozódása miatt következtek be, amelyek egyenként még nem is biztos, hogy annyira tragikusaknak látszottak akkor, amikor megtörténtek. Na most, ha az ember ebben jobban belegondol, akkor tulajdonképpen hibákat jelenleg is vétünk, hibákat vétettünk a közelmúltban is, és hát emiatt sajnos esélyes az, hogy ilyen jellegű tragédiák most is halmozódnak, hogy éppen lesz-e belőlük tragédia, hogy milyen lesz, hogy hol lesz, hogy mekkora lesz, hogy mikor lesz, azt nem tudjuk, de azért statisztikusan, hogy valami lesz, azt azért egészen biztosra lehet venni. Na most, hogyha ennek a valószínűségét csökkenteni szeretnénk, akkor négy dolgot lehet tenni, lehet többet is tenni, de négyet mindenképpen lehet tenni. Első, egy kicsit jobban ügyelni arra, hogy a mindennapi hibákat az ember kevésbé kövesse. A második, hogy egy kicsit jobban ügyelni arra, hogy a saját érdekeit nem mindig annyira tegye előtérbe, mint amennyire jelenleg, hanem a tágabb közösségnek az érdekeire is jobban figyeljen, uram, bocsánat, a nemzet érdekeire is. A harmadik, hogy hosszabb távon is gondolkodjon, ne csak annyira rövid távon, mint amennyire szokott, és a negyedik, hogy jobban együttműködjön mindeközben, mint ahogy eddig szokott. No, akik ezzel így egyetértettek, az ez a Petition Online-on lévő petíciót írták alá. Na most ez azért furcsa, mert ez nem a miniszterelnökhöz szól, meg a köztársaságnak, meg az ENSZ-hez, meg a nem tudom mikinek, hanem saját magunkhoz szól, tehát mindenki magának nyújtja be ezt a petíciót, hogy egy kicsit máshogy viselkedjen, mint ahogy eddig. Köszönetnyilvánítás szokás egy ilyen előadás végén, én a saját kutatócsoportomnak és Tóth Tamás által menedzselt Management Salon tagjainak és magának Tóth Tamásnak mondok köszönetet, hogy ezeket az üzeneteket, amit mi hálózatosan kidolgoztunk, egy kicsit talán közérthetőbbé varázsolta. Szintén ugye egy tudományos előadás végén az ember forrásokat vetít föl. Én írtam hálózatokból egy könyvet, ilyen válságos időszakban ezt nem szabad megvenni. Ingyen le lehet tölteni az én blogomról a bemutatkozás címszó alól, vagy címszónál, méghozzá az angol változatot is, ami egy kicsit hát up-to-date-ebb, mint a magyar, és ezzel fejezném be köszönettel az előadásomat. Köszönöm szépen!